nálunk adódott. Édesapám fuvolaművész tanár volt. Amikor én megszülettem, kemény 56 évvel ezelőtt ki is tört a forradalom rögtön. Ő akkor a Magyar Állami Hangversenyi Zenekar, a korábbi Székesfővárosi Zenekarnak volt a tagja. 49-ben volt Székesfővárosi Zenekar, és 52-ben alakult Állami Hangversenyi Zenekarra. Úgyhogy tulajdonképpen én, amikor megszülettem, onnantól kezdve én gyakorlatilag az Állami Hangversenyi Zenekarhoz tartoztam. Amikor én nyiladozott az értelmem a 60-as évek eleje, le voltak zárva a határok, nem lehetett sehova menni. Egyedül a sportolók, a népi táncosok és a zenészek mehettek a Vasfüggönyön túlra. Apám nagyon sokat turnézott a zenekarral, Ferencsik volt abban az időben. Főzenéigazgató, hát egy csomó olyan dolgot hozott haza, néha karácsonykor banánt ettünk, és rendkerekes autó volt, amikor a szomszédok nem volt. Adódott a dolog, hogy nekem ez borzasztóan tetszett ez a fajta életmód. Ha fuvola volt otthon több kiló, belekezdtem, az apám ellenezte, majd később azt mondta, hogy na jó, hát hogyha fuvolázni akarsz, viszont akkor úgy fogsz fuvolázni, ahogy én akarom. És akkor jött egy nagyon kemény időszak, mert akkor ő sarkára állt, és azt mondja, hogy nem fuvolázgatunk, hanem fuvolázunk. Jöttek a hajnali kevések, hát ahogy kell, vagy ahogy kellene. Mi együtt nem játszottunk a zenekarban sosem. Az ő helyére, amikor ő 74-ben elment nyugdíjba, Antal Mátyás került, aki a Nemzeti Énekkarnak vezetője immár 20 éve. Ő 2 évvel korábban került a zenekarba, és a mai napig nagyon jó barátok vagyunk. Ferencsiktől én borzasztóan féltem, mert láttam az apámon mindig a feszültséget otthon, és hát elég sokat emlegette Ferencsik János nevét, a felmenőit is. Látszott, hogy nálunk is Bántai Vilmos helyére előbb-utóbb kell egy helyettes, egy utód, és akkor Ferencsik szólt Kovács Lórándnak, aki ugye a professzor volt az akadémián, hogy Orikám, ki az, aki számításba jöhet, fiú legyen. És ketten jöttünk számításba, a Lóránd szerint Dalmas Béla is én. És akkor azt mondta az öreg, mármint Ferencsik, hogy jó, akkor a jövő héten a próba előtt egy órával meghallgatom azt a két gyereket. És akkor bementünk, valóban egy augusztusi jó meleg hajnal volt, és hát lezavarták ezt a próbajátékot, ahol Dalmas Béla jobban játszott, mint én. Én viszont tudtam pikolózni, váltóhangszeren tudtam játszani, és mivel Bántai Jüri bácsi váltóhangszeres, elsősorban pikolista volt, hát nekem állt az ászló. Amikor egy ilyen díjat megkapunk, én úgy gondolom, hogy ehhez hozzájárul az, hogy esetleg abban az évben, amelyik évre kiadták ezt, olyan műsor volt, ahol nekem esetleg, nekem az első fuvolistának esetleg olyan feladatai voltak, ami föltűnt, hogy mert egy zenekari tag egyébként ismeri ezeket a szólókat, egy nyilván olyan dalokat játszunk, esetleg jobban jött ki a lépés, vagy nagyobb kedvem volt, vagy volt valami olyan inspiráció, amitől esetleg egy picit jobban játszottam, vagy szebben játszottam, vagy gyorsabban játszottam. Egy fuvolista, ráadásul egy első fuvolista már csak a szólama szerint is általában mindig kihallatszik. Egy tuttista, aki legalább olyan jól végzi nyilván a munkáját, mint adott esetben én, ő nem, mert ő csapatban 12-en játsszák ugyanazt a szólamot, én még egyedül játszom. A kisebb gyerekem, a lányom 10 éves, és most ő akar minden nap fuvolázni, úgyhogy végül is beirattam egy zeneiskolába, egy nagyon általam nagyon jónak ítélt fuvolatanárhoz, mert nekem sem türelmem, sem. Hát én gondolom, hogy képességem sincs ahhoz, hogy egy kezdőt meg tudom neki mutatni, hogy persze, hogy kell a fuvolát megfogni, de biztos, hogy nem tudnám tanítani. Egyrészt, másrészt pedig a saját példámból tanulva jobb, hogyha az ember a saját gyerekét nem tanítja. Én ha ott vagyok színpadon, nem is vagyok, nagyon vagyok észnél. Utólag nem is nagyon szeretek meghallgatni olyan dolgokat, amiket játszottam. A Fancsen hallgattam meg, mert biztos, hogy dühöngenék rajta. Én egy zenei szakmunkás vagyok, tényleg egy jó értelembe véve mondom én ezt. Művész a viselami volt, és számtalan nagyszerű művészeket, akik úgy érzik, vagy arra születtek a Földön, hogy ők azokat a dalbokat valami olyan fantasztikus módon, máshoz nem hasonlító módon tudják interpretálni, amitől ők aztán hallhatatlan művészek lesznek.